srcu sakriću slova tvoga imena. Ja noćas odlazim, to se me oblaci, o ljubce tvoje nikad neću da zaboravim. Neću ni jednu drugu i ti me gledaš konstantno. Osjećam se kao Marlon Brando. Pruži ruku, nek bude na mom struku. Ljubomorne duše kada odemo nek puknu. Jedini svedok nama bit će zvezda sjajna. Ovo među nama neka ostane tajna. Tajna je skrivena tamo gde idem ja. U srcu sakriću slova tvoga imena. Ja noćas odlazim, to se me oblaci, o ljubce tvoje nikad neću da zaboravim. Tajna je skrivena tamo gde idem ja. U srcu sakriću slova tvoga imena. Ja noćas odlazim, to se me oblaci, o ljubce tvoje nikad neću da zaboravim. Izlazi sa zapada, sve je naopako mene, ljubav napada. Šta se dešava, šta sam doživeo, od nje ništa lepše nikad nisam video. Svi ti poljubci, svi ti dodiri, šta bi tek bilo da smo ljubav vodili. Šta bi bilo kada bi zajedno ostali, da li bi uspeli, da li bi probali. Tamo gde idem ja, u srcu sakriću slova tvoga imena. Ja noćas odlazim, to se me oblaci, o ljubce tvoje nikad neću da zaboravim. Tajna je skrivena, tamo gde idem ja, u srcu sakriću slova tvoga imena. Ja noćas odlazim, to se me oblaci, o ljubce tvoje nikad neću da zaboravim. Ne idi pustine kao tu oblaci, želim da me bude tvoji koraci. Ako odeš nebo će da zaplače, priđi bliže, zagrli me najjače. Ne idi pustine kao tu oblaci, želim da me bude tvoji koraci. Ako odeš nebo će da zaplače, priđi bliže, zagrli me najjače. Ne idi pustine kao tu oblaci, želim da me bude tvoji koraci. Ako odeš, nebo će da zaplače, priđi bliže, zagrli me najjače. Óra 19. Április. Április, miket beszélek? Hú, de sokat aludtam, ha már áprilisról beszélek. Augusztus 25. Szerda van. És tombola, óra. Ez merőbe átváltoztatja a napunkat, azt hiszem. Ez már tegnap este elkezdte, és egész éjszaka. Sőt, most is. Tombol. Néha olyan széllökések vannak, hogy majd fel akarja borítani a sátrat.
kedvem van kimenni. Mondom egy szintét. Ah, még itt is van egy. És mondja fele vinni. Na. Egy kézzel nem bírom fölhúzni. Reggeli csataképek. Hideg van? Hideg van? Ja. Hogy te fázod? Jaj. Én még azt hiszem rövid gatyába nyomom. Én nem vagyok fázós. Még én tegnap este egy szál gatyába voltam, azért be van dugulva az órom. Látszódnak a hegyek? Húzára. Hol? Te karesz? Ez mi? Ez egy zadori patkány. Zadori patkány. Te figyelj már, el ne vigyen a szél. Hát gyere már. Kis patkány. Ho-ho. Jó, még ez a soknapos ájvár. Én tegnap belekevertem. Én tegnap este csináltam üzét gyorsba. Egy bakonyi gombás tésztaszószt, azt izé belekevertem. Mondom, inkább, mint hogy izé. Gyere! Jaj! Gyere! Pisi, jó van. Jaj, egy cuker vagy. Vigyázz, mert én ott járkálok ám. Gyere! Jó van, félős! Na, átbeszéljük a részletes terveket, mert ez nem jó ez a széljárás, ez nagyon nem. Reggel 9 óra, Zadar, autókemp, Perosz. Én meg még így állok. Karasz már túl van a porszívózáson, én még a porszívót elő se vettem. Ó, mi lesz ebből a mai napon? Van rálátás ott a hegyre? Hátul. Volt-e? Na, akkor azt meg lesintjük gyorsan. Hát a mai napi feladat a bevásárláson túl az, hogy eljussunk a Paklenica kanyon elé. Hát ami orbitálisan nem nagy feladat, leszámítva ezt a hülye szelet, mert pont szembe kell neki menni. Na, ezzel van az alapvetően nagy bajom. És csak egy kis rápillantást tekintünk meg itt. Jó, kijöttünk a kempingből, de nem baj. Szóval alapvetően síklaposon fogunk ma tekerni. Itt-ott dombok lesznek benne, tehát nagy szint nem várható. Viszont hát ugye a szél az megnehezíti a dolgunkat. Na most ott lehet látni, hogy mekkora frontot fog ez a Velebit hegylánc, szóval hihetetlen ott szemben. Na az, ha ott áttör, akkor mi úszunk. De nem fog áttörni, mert egyszerűen fogja. Na most nekünk az a feladat a mai napra. Jé, itt meg van valami. Várom. Az a feladatunk, hogy be kell tekerni Zadarba. Vagyis hát nem kell, hanem be szeretnék tekerni Zadarba. És megnézzük a tengeri orgonát, meg az óvárost. Bevásárolunk, és akkor utána az a baj, hogy először le kell menni, aztán vissza kell menni. Szóval mindegy. Nagyon ki kellett ehhez a kempinghez jönni Zadarból, hogy ez Zadar külső részén vagyunk. Itt a repülőtér mellett valahol, itt lehet is látni, hogy már repül a repülő. Ott fent. Szóval eléggé ki kellett jönni Zadarból, hiszen összesen jöttünk a Komp kikötőtől nagyjából majdnem egy 20-as kilométerbe. Ez ugye a tegnap esti tekerés volt. Úgyhogy gyorsan ezt az adatot le is nullázom, és akkor mai nap friss adattal fogunk kezdeni. Na és akkor, ahogy ígértem, jöjjön az a hatalmas nagy nullázás. Tegnapi napon 59,89 km-t tekertünk, ugye ez még a
kompozás előtti, meg az idejutás, és akkor egy gyors szint hozzá, 433 méter szint volt a teljes emelkedés. Akkor egy óriási nullázás megtörtént, 14 méterre vagyunk a tengerszint felett, ami baromira nem hihető, mert fúj a szél, mint az őrült, úgyhogy ezt még be kell majd lőni a mai napon, vagy lehet, hogy be se lövöm, mert ez össze-vissza kavarog ez a bóra, úgyhogy ennyi volt. Na, menjünk akkor Zadar óvárosába. De először porszívózás. 9 óra 40-kor én leszek az első, aki elhagyná ezt a kempinget, de nem én vagyok, mert kaleszt fölpattant, mint akit tűzről pattintottak, és úgy előre innen csak annyit mondott, hogy a bejáratnál majd megvár. Hát jó, oké, várjál. Szépen nyugodtan összekészültem, nem sietős a mai napom, úgyhogy 9 óra 40, jó, és akkor a Garmin pajtás is elindult. Vesszük a fényerejét, oké, és akkor induljon a mai. Ez itt közvetlen a kemping kijárata után a Szveti Nikola, azaz a Szent Miklós templom. Nem fogunk oda bemenni, nekem más úti célom van. 15 km jelenleg a következő úti célom. Egymagam megyek. Sikeresen be is jelentem, hogy rohadtul nem tudunk összeférni Karesszal. Többször is már a túra folyamán sajnos egymásba ütköztek a gondolataink, megterveztem egy túrát, pont neki, és egyeztettük, elmentem hozzá, rábólintott, hogy oké, majd itt a túra kellős közepén jobbra-balra elkezdi szervezni, hogy ide menjünk, ezt csináljuk, ezt ne csináljuk, szóval nekem ebből elegem van, úgyhogy külön váltak az útjaink, ő azt csinál, amit akar, meg én is, ennyi. Tőle függök sajnos, és én ezt rohadtul utálom, amikor egy embertől függök. Még egyszer nem fogok rábólintani egy ilyen útra, hogy más hozzon el engem. Biztos, hogy nem. Na, csak ennyi a reggeli gondolatom. És akkor beérünk ismét Zatonba, mert Karesz miatt szépen kimentem. Ez is neki köszönhető, hogy kerültem egy nyelvet, magyarul mondva. Nem voltam Zatonba, és most kimentem Zatonba, és visszajövök Zatonba. Értelmes. Na mindegy, erről ennyit. Na, útközben megejtettük a bevásárlást. Jó, fölmáháztam. Kaptam mindent, ami kell. Jó negyedag, mi ez, bagettet vettem. Meg jó, fölvágottak, meg ilyenek. Sajt is többek között, úgyhogy valahol majd megejtjük a kaját, de most egyelőre 10 óra elmúlt, úgyhogy sietnem kell, hogy vissza is tudjak érni. Úgyhogy rajta hajrámul van 10 km, 12. Kabóca áradatot, csak a gumimnak a hangja töri meg. Meg ha beleszólalok. Baromi jó. Na akkor a végső célállomás az már meg is van. Ott, ahol az a bazi nagy hajó áll. Na, oda fogunk kimenni. És itt van Zadar óvárosa velünk szemben a harangtoronnyal. És hamarosan útba ejtjük, valahol ott lesz a Sphinx is. Már csak 500 méter, úgyhogy elérjük a Sphinxet mindjárt. Sphinx előállt. Lehet, hogy be is megyek és le is fotózom bent. Hátjaig ezt a kerítést azóta nem tudták megcsinálni, mióta Google-ban lefotózták. Az igen. Na, itt van a Sphinx. Akkor a Finga vagy Sphinga. Ott a szemben lévő épület is az van felül, hogy Sphinga. Úgyhogy a Sphinx és a hozzátartozó villa. Ezt a szerelem Sphinxének hívják egyébként. Hogyha valaki Zadarba jár, az keresse föl mindenkit. Érdemes. Meg olvass el a történetét is a interneten, bár én gyorsan elmondom, hogy na, ott látszódnak a hieroglifikus írások, itt a tarajána a Sphinxnek. Állítólag a mai napig nem tudták megfejteni, hogy mit is írtak oda. Hát többek között vannak találgatások, hogy lehet, hogy valami kincsnek a rejtek helyét írja le, stb. A lényeg az, hogy ezt szerelemből építette a Giovanni, meg nem mondom, valamilyen Giovanni, az Attilia nevű hölgynek, a feleségének. Ő
valamikor történész meg régész volt ez a Giovanni, és felszámolták az addigi életüket, ide költő, velencei volt egyébként, ide költöztek Zadárba, építette a feleségének ezt a böhöm nagy villát. Öt gyerekük született, majd ugye meghalt tragikusan a feleség, és őnek az emlékére építette ezt a hatalmas szfinxet, mert ugye ő régész volt, és úgy gondolta, hogy akkor ezt meg kell építeni a feleségének. Érdekes. Érdekes látvány. Meg hát ez a lepusztult villa is mondjuk, ott a háta mögött, szerintem. Hát mondjuk itt van az ablaka, de úgy gondolom, ha nyitva van a kapu, akkor be lehet jönni valószínű. Én lövök egy-két fotót, és akkor utána megyünk tovább a tengeri orgonát megnézni. Na, az óváros felé tart épp egy gyönyörű szép jacht. Amaz meg már kikötött. Na és oda tartok, ahol az a bazi nagy jacht van. Hát itt azt hiszem, hogy lesznek bőven hajók, az már látszik, de vannak ám nagyon régi leputyant villák is, teljesen olasz stílusúak. Itt mellettem sorakoznak végestelen végig. Gyakorlatilag a Sphinx óta egyfolytában ilyenek vannak. Nagyon gyorsan egy látkép ott a nagy hajókról, meg a városközponti részről. És akkor majd ott folyt köv. Kicsit nagy a forgalom. Na, akkor sikeresen lekeveredtem ide a partmenti sétányra, ahol nekem nyilván nem lehetne kerékpározni, úgyhogy jövünk itt, de itt teljesen jó halad a forgalom. És akkor itt van velünk szemben ez a híd, azon fogunk átmenni. És akkor oda kimegyünk a csücsökbe, mert ott van a látnivaló. Méghozzá a tengeri orgona személyében. Hátul a Fittyös néni elnavigálta az embereket, én meg gyorsan kiosontam mellettük. Hát öröm volt átjönni azon a hídon. Özön ember, özön. Na nem baj, most már úton vagyunk, vagyis helyben vagyunk. És akkor a régi kikötőből egyenesen bemegyünk a tengeri orgonához, mint a jó előbb említettem már. Na akkor, íme az egyik látványosság. Ezt úgy hívják, hogy a napköszöntése. Ez este nagyon-nagyon gyönyörű, ledes. Ilyenkor feltölt a szolár töltőkkel. És jól lejöttem itt az akkantós lépcső. Szóval este feltölt, vagy nappal feltölt, és akkor este pedig mindenféle fényjátékot ad. Hát a másik az meg nem tudom mennyire hallatszik. Most annyira nem zenél ez a tengeri orgona. Ezért van itt ez a sok ember. De mindjárt letámasztom a bringát, és akkor begyalogolok oda. Pedig most hullámzik a tenger, de annyira nem hangos. Na most lehetett hallani a hangját. Eléggé ilyen absztrakt hangja van, de valaki vél benne felfedezni zenét. Azt viszont elárulom, hogy az 2005-ben épült meg, és 43 millió kunába került a városnak. Hát ugye a Zadar az a délszláv háborúban iszonyatosan le volt bombázva, és úgy gondolta a városvezetés, hogy csináljanak egy modern Zadart. Ezért csináltak. És akkor van benne minden, lehet látni. A napköszöntése, az is egy modern dolog, meg ez a tengeri orgona. Három emberke műve ez. Igazi volt, három ilyen mérnök, meg zenei mérnök, meg mindenféle hasonló. Megkapták az amment, és akkor szabadjára elesztették a fantáziájukat. Na, gyors fotó, és akkor húzok tovább. Ezt akartam még megnézni Zadarba.
akkor itt a spiccen állva elmondom, hogy nincs más feladatom, mint 55 kilométert letekerni innen, és akkor ott leszek valahol a Velebit tövében majd, ott ahol az rengeteg felhő van. Marha szép látvány. Szó szerint, mintha megfogta volna így a felhőpamacsokat. És jó meleg van már benne. Úgyhogy elkél majd a naptej megint csak. Na, gyerünk kukiból, mert halad az idő. Most már 11:30 van. Na, nem is olyan régen még ott voltam lent a Harangtorony környékén. És meg már itt vagyok fent. Hát felküzdöttem magam, nagyon meleg van, iszonyat forgatag, tehát ez egy bődület nagyváros. Nem kicsi, szerintem olyasmi lehet majdnem, mint Split nagyságra. Jobbra, balra utak, ide behajtani tilos, oda egyirányú. A GPS össze-vissza vitt, de most már talán úrban vagyok, úgyhogy még 40 km. 13-at csak ott bohockodtam lent a városba. Fú, basszus. Na jó, van, jó kis program volt, de megérte. Zadart elhagyva kapunk itt egy nagyon is lényegre törő információt. Paklenica. Igen, oda tartunk a Paklenica Nemzeti Park irányába. Olyan szinten fúj pofán a bóra onnan a Velebitből, ahogy le zuttyan ide elénk, hogy az valami hihetetlen. Jó lesz itt tekerni. Pofaszélnek, pofalökéseknek, inkább azt mondom. Ezek már pofalökések. 40-45 km per órás széllökéseket írtak egyébként a mai napra. Úgyhogy, hát, érzem. Hát, iszonyat forgalmas. Ez a Jadranská magisztrála nevű főútjuk a horvátoknak. Nem is számítottam másra, csak nagy forgalomra. Na, még ilyen közelről se sikerült repülőgéphez jutnom, főleg kerékpárral, nem? Itt van az Adari repülőtér mellettünk valahol. Ebből az irányból jött, úgyhogy csak is ez lehet. Hú, milyen fantasztikus megállapítás volt ez, igaz? Hát Udzuboly képes ám csak ilyenekre. Ó! Már megint csak egy panoráma. A fene a mindenit ennek a panorámának. Na igen, kapom a bórát. Nehéz is így jót gurulni ám a bórával szembe. Szerintem itt érződik a legeslegjobban. Már itt lehet, hogy rég 50-nel csapatnék, helyett 36-tal gurulok. Na jó, hát ennyi. Na, így gyorsan a nem nagyon nagy gurulásom kellős közepette megálltam. Azért, hogy megmutassam ott azt a részt. Jó, belelőttem? Belelőttem, igen. Hát őt úgy hívják, hogy Tulove Grede. Ott alatta jön egyébként az autópálya valahol a... Most egy hirtelen nem látom. Azt hiszem, de azaz. Ott jön be az autópálya a túloldalról. Hát ez csak egy kis előre spoiler. A holnapi napból, holnapi nap, oda menjünk föl. Majd többet róla holnapi napon. Most csak egyelőre egy ilyen gyors előre spoilerezés volt, hogy az is benne lesz a programban. Egyébként nagyon-nagyon szép a rálátása Velebitre, most már egyre közelebb vagyok. Hát a bóra az még fúj mindig. De jól emlékszem, azt hiszem, hogy reggel úgy néztem, hogy ilyen 3 óra körül fogja abba hagyni majd a fújdogálást, úgyhogy van még ideje, bőven van még ideje. Azt se tudom, mennyi az idő. 13:30, úgyhogy még egy másfél órája van. Fújjál csak, bórácska, fújjál, mert én holnap nem szeretnék pofámba kapni portot fönt. Mondjuk ott eleve nem is kapnék, mert ugye bukószél, tehát lebukik a hegyről, és ott a tövében semmi nincs. Itt megkapjuk a kőkemény szélfújást. Na, menjünk. Foglaljunk kempinget. Na, akkor még egy kis adalék. Ott van velünk szembe a Novigrádi. Én szeretnék abba is fürdeni, meg még ott a hegy meg a Novigrádi öböl között is van valami, azt majd meghagyom holnapra, jó?
addig hadd furdalja a nézőket a kíváncsiság, hogy mi a fene lehet ott. Elárulom, nem olyan szélkerék, mint ott. Az biztos. De majd holnap a többi. Na akkor, ide értünk. Szerencsénk van, nincsen lezárva. Mert leszokták nagy szél idején, már pedig van most szél. Ott lent lehetett látni, hogy van bungee jumping is. Hát akkor itten megállunk, és lesz fotó meg minden. 1991-ben bombázták szét, és 2005-ben építették újra. 50 méter magas. Én úgy tudom, igen, jól tudom. Itt van. És 315 méter hosszú a teljes híd. Amúgy a víz fölötti rész 155 méter hosszúságú. Már, na hát akkor így néz ki. Egyébként baromi érdekes, mert ugye ott az autópálya hídja szemben. Bár ez az öregebb híd, de mégis ez a fiatalabb. Na, érdekeset mondtam ezzel mi. Hát persze, mivel hogy fölrobbantották 91-ben, de viszont az autópálya hídja sokkal hamarabb épült, mint 2005. Ezért nyilván az a fiatalabb, de amúgy meg ez az öregebb. Szóval, igaziból ez az öregebb, de mégis fiatalabb. Na, ezt azt jó megkavartam itt. Aki érti, az érti, aki nem, az neki járjon utána. Baromi gyönyörű a látvány. Szédítő. Na, csinálok egy pár fotót, és megyünk abba az irányba. Az igen. Hát nem tudtam felszaladni, mert csak megláttam a hevedet rajta. Akkora perem van itt, hogy mondom, letámasztanám, de fölborul a bicikli. Hát ez leugrott. Vakmerő. Én nem mernék. 50 méter zuhan. Durván. Úgy látom, a csaj lesz a következő. Na, azt megvárom. Hát megvannak az előkészületek ehhez a mutatványhoz. Csak feltoltam a brinyót, neki támasztottam. Türelmesen várom, hogy mi fog ebből kisülni. Srácot szerintem már kimentették. Gondolom a párja lehet neki. De hogy csak így egy szál telefonnal a kezébe, azért az nem semmi. Én lehet, hogy ilyetten beeldobnám az egészet. Na, akkor indul a mandula. Na, mennyire van a csaj? Berezzentve már. Én az előbb fölemeltem neki a kalapom, nevetve. Ezért mondott valamit, de nem értettem, szerintem helyi lakos lehet. Most figyeljenek!
azt a... Bravo! Bravo! Az szép volt. Újabb viewpoint. A Velebiti csatorna vége volt, ami ott látható. A hosszú Pak-szigettel. Na, átjöttem itt a Juzon. Itt jobbra-balra megy az út, autópálya alatt, fölött, jobbra-balra. Mennyi füge volt itt leesve a földön. Ember legyen a talpán, aki kiigazolik ezen. De végül is egyértelműen ki vannak írva a kiírások, hogy mi merre, úgyhogy nagy tévedés nem lehet eszközölni, bár ki tudja. Na, megint mutatom akkor a Novigrádióban, miket beszélek. A Velebiti csatorna vége. Ott lesz bent valahol az autókemp, a Szeline. Azt hiszem, hogy lehet, hogy egy-e arrébb. Hát, már nem tudom fölidézni. Még 8-9 kilométer, úgyhogy akkor lehet, hogy beljebb van még. Na, most már csak a part mentén kell arra szólni majd. Beértünk Szeline. Hát, közigazgatásába, még nem vagyunk a városba. Egyébként már több ilyen uvala óta csak ilyen kagylótenyészetek vannak. Szemben pedig az autópálya hídja. Lehet látni így visszatekintve, hogy baromi sok ilyen, nem tudom mi ez. Gondolom ott vannak lerakva a csapdák, és akkor felszedik őket. Na, még 3,3 km a célig. Na, akkor befutottunk a célba. Itt vagyunk a kempingbe. Mutatom a szintemelkedést. 500 méter szint. 64,34 kilométert mentem ma. A hőfok az pedig szerintem 30 közeli. 28 biztosan. 31,3. Jó van, akkor kicsit csal a hőérzetem. Azt mondta a srác, pár perc és itt van. Jó, oké. Majd megmutatja, hogy mit hova. Szerintem Karesz is ide ért, na, gondolom én. Majd meglátjuk. I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy. Yeah,